Megdöbbenéssel fogadta a Magyar Ügyvédi Kamara, hogy korábbi ügyvédi tevékenysége miatt súlyog Tamás köztársasági elnököt köztörvényes bűnözőnek és a föld maffia kiszolgálójának nevezte a DK. A szervezet szerint ez súlyosan sérti nemcsak a köztársasági elnöki intézménybe, de az ügyvédségbe vetett közbizalmat is. Vendégünk Bárándi Gergely. Ügyvéd úr, jó estét! Jó estét kívánok! hibázott te a köztársasági elnök akkor, amikor az az inkriminált ügy zajlott, amire Dobrev Klárától részletesen tájékozódott már a közvélemény? Nem tudom, mert nem láttam az ügyiratait. De hát ezt Dobrev Klára bemutatta. Azt, hogy egyébként itt történt-e visszaélés, vagy nem történt, én most hadd maradjak ügyvédi szerepkörben, ez tényleg a nyomozóhatóság dolga kideríteni, hogy ilyen volt vagy nem volt, illetve hát jelen eljárásban egy kicsit speciálisabb, mert itt, hogyha egy ilyen eljárás indul vele szemben, mint amiről ugye beszélt a DK-nak a politikusa, akkor ott elsősorban a parlament dönt valamelyest erről a kérdésről, tehát hogy van-e bűncselekmény vagy nincsen, hiszen ha úgy ítéli meg az Alkotmánybíróság, vagy csak az igazságügyi bizottság, hogy szerinte nincsen, akkor nem olyan határozati javaslatot terjeszt a plenáris ülés elé, amiben azt javasolja, hogy az alkotmánybíróság vizsgálja meg ezt az ügyet. Végső pedig az alkotmánybíróság lefolytathat, lefolytat a törvények alapján egy olyan eljárást, ha a parlamentnek ilyen szempontból pozitív a válasza, és azt mondja, hogy egy ilyen eljárásra szükség van, amiben tulajdonképpen a büntető eljárási vagy a polgári eljárási bizonyítási eszközök felvételére, illetve lefolytatására van lehetősége kideríteni, hogy történt-e ilyen vagy nem. Hogy ez pontosan hogy történik, vagy hogy zajlana le, ezt senki nem tudja szerintem, mert mióta a törvényt megalkották, azóta erre példa ezt nem Ezt akartam volt még. kérdezni, az Alkotmánybíróság azért ritkán ülésezett polgári bíróságként eddig egyszer se talán. Persze, nem is ez a dolga, és egyébként eloszlatni a két ajeket, ő nem ítéletet hoz a bírósággal szemben, hanem ugye azt kell megállapítania mondjuk, hogy egy ilyen esetben, amiről most beszélünk, a köztársasági elnök követett el bűncselekményt, vagy nem követett el, és ebből levonja azt a következtetést, hogy őt elmozdítja -e a pozíciójából, vagy nem mozdítja el a pozíciójából. De ő mondjuk nem szab ki büntetést. Tehát a törvény is azt mondja, hogy csak abban az esetben lehet vele szemben büntetést kiszabni, hogyha lejárt a köztársasági elnöki mandátumot. Tehát ez én megítélésem szerint ennek az lenne a folyamata, most ezt mind természetesen feltételes módban mondjuk, hogy ha ilyen történik, és ha megállapítja az Alkotmánybíróság, hogy szerinte bűncselekményt elkövetett, hogy utána, amikor megszűnt a mandátuma, utána egy büntetőbíróság letárgyalja az ő ügyét. Na most ez bárhonnan nézzük, minden bizony elévült. Történet. Hát meg el is évült ez az ügy. És ugye sokan beszélnek erről, ami megint egy érdekes téma, már bocsánat, egy így bele tudunk menni, mert hogy ugye az alkotmánybíróság előtti eljárásban szerintem ennek nincs jelentősége. Tehát ott annak van jelentősége, hogy megállapítható -e a bűncselekmény elkövetése, vagy nem, mert ugye az elévülés, ez egy büntető eljárási fogalom, az azt jelenti, hogy azért nem kell lefolytatni a büntető eljárást, és nem folytatható le, mert hogyha egy bűncselekmény elévült, akkor nem szabható ki büntetés. Attól viszont még kimond, a... hogy... Hogy az alkotmánybíróság, hogy bűncselekmény gyanúja látszik. A régi történetben. Én még tovább megyek. Szerintem azt is kimondhatja, hogy megvalósult bűncselekmény, Aha. vagy nem valósult meg bűncselekmény, mert ez nem helyettesíti a bírósági eljárást. Ennek a büntető eljárási szabálynak a büntetőbíróság előtt van létjogosultsága, nem egy alkotmánybírósági speciális eljárás. Jó, most elmentünk a végére a történetnek, Hát innen de, kezdtük, de, lépjünk, igen. de lépjünk vissza az elejére. Most Dobrev Klára mond néhány dolgot, amivel kapcsolatban az ügyvédi kamera is megszólalt és kikérte magának ezeket a minősítéseket. Hogy bűncselekmény, bűnöző, és a többi, és a többi. A véleménye szerint ez nem valós, ez az állítás Dobrev Klárát És Honnan tűn. tudják? Ugye? Ezt, ezt, ezt akartam kérdezni? Szóval engem rendkívül megdöbbentett, a, 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 ahogy őket a DKS kijelentés, engem meg az ügyvédi kamarának a, a nyilatkozata, ugyanis ez nem egy ügyvédek melletti vagy az ügyvédség melletti kiállás, ez az én meglátásom szerint egy politikai kampány finisében az egyik politikai szereplő mellett tett hűségeskül. Hát nem tudom másként értékelni, olyan a megfogalmazása, olyan a hangulata ennek, hogy gyakorlatilag, gyakor, tényleg gyakorlatilag hűségeskül. Ki tudja erre kényszeríteni a kamarát? A kamara vezetését. Nekem van egy rossz érzésem, de na jó, beszéljünk róla. A kamara egyébként nagyon helyesen akkor kiállt a szuverenitás védelmi hivatallal szemben tudom én, egy-két-három hete volt ez a történet, amikor azt mondta, hogy nem kíván bizonyos témákban együttműködni a hivatallal. Én nem szeretném azt feltételezni, hogy ez ennek az ellentételezése. Uh -huh. Szerintem ezt így értjük. Megfosztási eljárás. Dobrev Klára arról beszél, hogy ezt elindítja a parlamentben. Ez sem volt még, ugye Novák Katalin esetében is ugyanígy felmerült, aztán ott megelőzte mindezt azt, hogy Novák Katalint lemondatták, vagy lemondott magától ez végig tud menni? Ha van kétharmad, akkor igen. Ugye ez úgy működik, hogy a képviselők egyötöde délnek a kezdeményezése aláírása szükséges ahhoz, hogy elinduljon, akkor az elnök ugye az alkotmányügyekért felelős bizottságnak, ami jelenleg az igazságügyi bizottság kiadja megtárgyalásra, zárt ülésen ez a bizottság megtárgyalja. Fideszes többség van a bizottságban, ha jól emlékszem. Min, persze, persze, hát mint minden bizottságban a parlamentben, értelemszerűen zárt ülésen megtárgyalja, oda meghívhatja a köztársasági elnököt, a köztársasági elnök kérheti, hogy ott felszólalhasson. Ami érdekes egyébként, hogy a köztársasági elnök magán a tárgyaláson nem lehet jelen, kivéve akkor, ha a bizottság ezt így akarja. Na de a lényege a dolognak az, hogy elfogad egy határozatot, ez viszont már nyilvános, ezt a plenáris ülésnek benyújtja be, vagy javasolja, vagy nem javasolja ennek az eljárásnak a megindítását, és utána dönt a parlament egyébként kétharmados többséggel, hogy igen vagy nem. Ennek az egész én azt gondolom, hogy egy érdekessége mindenképpen van. Hogy eddig ugye semmi más nem történt, mint hogy politikai vélemények hangoztak el, pro és kontra, hogy kell egy ilyen eljárás, hogy a köztársasági elnököt méltatlanul támadják, vagy alappal támadják. De egy ilyen bizottsági vitában én azt gondolom, hogy azért illene tényeknek előkerülni. Tehát ha máshol nem, akkor abban a határozati javaslatban, amit beterjesztenek majd a plenáris ülés elé, vagy abban az egyébként 5-5 perc van elmondani a többségi és kisebbségi véleményt a plenárisan, abban az 5 percben pro és kontra el kellene, hogy hangozzanak érdemi érvek, ö, amellett vagy az ellen, hogy egy ilyen eljárásnak helye van. Hát az ellenzéki érveket, vagy a dk érveket elég részletesen ismerjük, azok rendre elhangzanak, a kormánypárti érvek pedig abban merülnek ki, hogy nem történt semmi. De ez így van, és pont azért gondolom azt, hogy egy ilyen eljárás érthető az ellenzéki pártok részéről, mert ott talán esély van arra, hogy kapnak választ, vagy én azt is tudom mondani fordítva, hogyha egy ilyen eljárásban nem kapnak választ, és itt is csak a soros, sorosozás, meg a, meg a gyalázkodás fut, akkor ez is jelent valamit. Az is egyfajta válasz, hát, nyilván egy, van. egy utolsó kérdést itt felmerült az is, hogy a méltatlanság kérdése az nem jogi értelemben kellene, hogy vizsgálattárgya legyen, hanem a köztársasági elnök etikai erkölcsi megítélését rombolja az, ami itt most kiderült. Ez kimondható így? Nem, azt lehet kimondani, hogy az, tehát ez két külön kategória. A megfosztási eljárásnak nagyon szigorú szabályai vannak, azt akkor lehet kezdeményezni, hogyha a hivatalban léte alatt vagy az alaptörvényt megsértette, vagy más jogszabályt szándékosan megsértett, a vagy, és itt már nem a hivatali ideje alatt ez is egy érdekes kérdés, hanem bármikor szándékos bűncselekményt követett el. Ezek az esetek, amikor ilyen eljárást lehet kezdeményezni, a másik, amiről beszélünk, az erkölcsi megfontolás, mint mondjuk Novák az arról szól, hogy ha kiderül egy olyan dolog, hogy a köztársasági elnök mégsem fedhetetlen, még egyszer mondom, én nem tudom, hogy így van vagy nincs így, és azért tisztem most ezt megítélni, ha egy ilyen kiderül, akkor ő levonja -e azt a következtetést, hogy lemond. Mind a kettő egyébként a köztársasági elnöki mandátum megszűnését eredményezi, csak egészen más a kettőnek mondjuk, hogy a jogi természete. Én is szerencsés legszerencsésebbnek tartom azt egyébként, hogyha az ilyen kérdések az erkölcs és a politikai felelősségvállalásnak a keretein belül rendeződnek, mint hogyha megpróbálunk ö, jogszabályi keretek, vagy mm. megpróbáljuk jogszabályi keretekben erőltetni ezt a problémát. Bárándi Gergely, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget.